Horváth Péter, A sárga táltos. Első fejezet, amelyben Andris mindent elmond, amit tudnod kell. Nálunk minden nagyon jó, csak egy baj van. Nincs testvérem, így mindig egyedül alszom. Anyukáméknak külön szobájuk van, ők ott szoktak aludni. Igaz, a nagyi néha velem alszik, de csak ritkán, mert ő a faluban lakik, mi meg itt, az erdészházban. Ez egy csuda jó ház ám, főleg télen. Kint borzasztó hideg van, bent meg jó meleg. Az ember ül az ablak mögött, és várja, hogy mikor lesz végre nagyfiú. Nagyon fontos, hogy az ember hamar nagyfiú legyen. Egy nagyfiúnak mindent szabad. Egyedül mehet a faluba, az iskolába, ahol nagyon sok a gyerek. Szombaton meg vasárnap én is beszoktam menni a faluba. Igaz, hogy apukám az út felén a nyakában visz, mert még kicsi vagyok, és nem tudok olyan hatalmasat lépni, mint ő. Anyukám kicsiket lép, de igen gyorsan. Én meg nem valami nagyot, és nem valami gyorsan. Azért, ha megkérdik a faluban, mindig azt mondom, hogy gyalog jöttem egész végig. Múlt vasárnap a Likerpali azt mondta, hogy ez nem igaz, mert én még tök mag vagyok. Ő 8 éves múlt, én meg csak 5 leszek, ezért nem mertem megkérdezni tőle, hogy na, hogy ityeg a fityeg. A nagyapám mindig ezt kérdi tőlem, ha találkozunk, és barackot nyom a fejemre. Ha jó kedve van, mesél nekem az erdőkről, az állatokról, a gombákról és a bogarakról. A nagymamám is sok mesét tud. Egyszer egy kis sárga táltosról mesélt, Holdanyó unokájáról. A táltos az erdő legmélyén lakik egy dióhéjban, és mindenféle varázslathoz ért. Hely, ha én azt a sárga lovacskát megtalálhatnám, ő biztosan tudna segíteni nekem, hogy 1-2-re nagyfiú lehessek. De hiába indulnék a táltos keresésére, nem találnék rá, mert olyan kicsi, hogy még a tenyeremben is elférne. Megkérdeztem a nagyapámat, látta-e már a táltost, hiszen ő annyi mindent látott már az erdőn. Nevetett, és azt mondta, hogy ravasz kópé vagyok. Én nem vagyok se ravasz, se kópé, de azt tudom, hogy a kis sárga táltos ott ül a dióhéjban, és varázsol, varázsol. Az erdőnépe meg ott ül körülötte, és csendben figyeli őt. Mindent elmondtam, amit tudnod kell. Most már aludhatok. Jó éjszakát!